estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Ma este is érdemes lesz velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Benedek Elek születésnapjára emlékezve tartották a Magyar Népmese Napját itt Székesfehérváron. Ebből az alkalomból a Vörösmarty Színház színművészei meséket olvastak fel a felsővárosi óvisoknak. A Mesekút című mondókával kezdődött a felolvasás reggel a Süni csoportban. Egy rókáról hallhattak mesét a picik Kis Diana előadásában. A színművész fontosnak tartja azt, hogy a gyerekek minél hamarabb találkozzanak a versekkel, mesékkel. Nagyon szeretem, mert mindig azt vallom, meg azt gondolom, hogy minél előbb el kell kezdeni azt, hogy a gyerekek hallják, lássák ezeket a dolgokat, és aztán megtanuljanak úgy belenőni a kultúrába, és megszeretni a meséket vagy a verseket, hogy utána majd ők is, amikor majd felnőnek, akkor szívesen mondjanak verset vagy mesét esetleg a gyerekeiknek, vagy bárkinek. A gyerekek nagyon élvezték az előadást. Mint mondják, nagyon szeretik a meséket, több kedvencük is akad. A sláger nem más, mint Villám McQueen, Aranyhaj, vagy a Szépség és a Szörnyeteg, de a klasszikus Három kismalac sem maradhat ki a sorból. A magyar népmesékben nagyon jó meséket lehet nézni. És melyik belőle a kedvenced? A Róka és a Farkas, amikor összevesznek. És az miről szól? Arról, hogy volt benne egy medve, a medve felment minden reggel a padlásra, és mindig belenyalt a vödönbe, és reggel pedig, amikor a farkas felkelt, akkor utána Anna sikított, hogy hol van a vödöm, igen. A Szépség és a Szörnyeteg. Nekem is az a kedvenc. És miért az? Mert abban van egy szörny, és nagyon jó a szörny, mert egy lány is van benne. És mi a története? Azt, hogy egy öreg anyó és a királyt változtatja át egy szörnyi, mert ő nem fogadta el a virágot a király, és aztán nem fogadta el a bocsánat kérését, és átváltoztatta egy szörnyi. A felsővárosi óvoda hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a mesemondást, mint azt az óvoda igazgató helyettese mondja, a gyerekek sokat tanulnak a mesékből. Óvodánk a felsővárosi óvoda, az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel neveli a gyermekeket. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos számunkra a mesék, a versek, az énekek és a képzőművészeti alkotások megismertetése a gyerekekkel, és a másik célunk pedig az, hogy csak tiszta forrásból, tehát a magyar népmeséket, a magyar népdalokat és magyar képzőművészeti alkotásokat. Így jött az ötlet, hogy Benedek Elek nevéhez fűződik ugye a Magyar Népmese Napja, és hogy akkor újként próbáljuk ki, írjunk a Vörösmarty Színháznak, és hát, hogyha elfogadják a Vörösmarty Színház művészei a meghívást, és ma nem az óvónénik fognak mesélni, hanem ők. Nagy örömünkre szolgál, hogy vállalták, és kértek egy meseösszeállítást magyar népmesékből, ebből válogattak a művészek. A nagy csoportosok számára két mesét fognak mondani, a másik csoportba is, és akkor 10 órára másik két művész érkezik, ők pedig a kicsiknek fognak mesélni. Hagyományteremtő szándékkal kívánják ezt az eseményt, programot létrehozni? Mindenképpen nagyon szeretnénk folytatni ezt a hagyományt, illetve meg kell említeni, hogy a tagovodánkban, az Ibli Miklós lakótelepi tagovodában most már 3. éve rendezik meg a Magyar Népmese Napját, ők pedig interaktív játék formájában ma a szólószőlő, mosolygó, alma, csengő, barack mesét fogják feldolgozni a gyerekekkel együtt az óvónénik. Mennyire szeretik az itt tanuló kisgyerkőcök a mondókákat, meséket? Nagyon-nagyon várják és szeretik is, de ebben nagy részük van a kolléganőknek, hiszen úgy válogatják össze, hogy a korosztálynak megfelelő meséket halljanak a gyerekek, és nem csak hallják, hanem egy úgynevezett kéthetes meseciklus van nálunk, és ez azt jelenti, hogy először óvónéni fejből elmondja a mesét, majd olyan eszközökkel, bábbal előadja a mesét, a következő héten pedig a gyerekeket is bevonva feldolgozzák a meséket.
tevékenységeket. Ezzel az a célunk, hogy ne csak hallja a kisgyermek, hanem tevékenyen részt is vegyen benne, és azok a szófordulatok, azok az erkölcsi mondanivalók, amik a mese által a gyerekeket megihletik, hogy ezek rögzüljenek bennük, és így ezeket az erkölcsi, esztétikai mondanivalót is rögzítsük bennük a gyerekek által. A szülőknek milyen szerepük van itt? Olvasnak-e még mesét a mostani szülők? Az előző évi szülőértekezletnek volt az egyik központi témája a játék, a másik pedig a mese. Pont ebben a csoportban, ahol majd most jönnek a művészek és mesélni fognak, mesékkel foglalkoztunk, és egy mesét fel is dolgoztunk a szülőkkel, hogy milyen hatása vannak a gyerekekre, illetve egy mese kérdőívet adtunk ki a szülőknek. Fölmértük, hogy milyen hagyományai vannak, hogyan, mennyi időt töltenek, milyen mesekönyveik vannak otthon, gépi mesét, vagy még a klasszikus, ugye, alvás előtti mesét mondanak a gyerekek, és nagy örömünkre szolgált az, hogy a szülők elhozták kedvenc mesekönyveiket, és egymásnak is adtak ötleteket, hogy a klasszikusokon kívül az új modern meséket, de a bevált, például Berg Judit, vagy hirtelen most Lackfi János verseit ajánlották itt egymásnak a szülők is. Ezzel az a céljuk, hogy ne csak hallják, hanem tevékenyen részt is vegyenek a mesékben a kicsik. A szófordulatok, erkölcsi mondanivalók, amiket a mesék nyújtanak, azok rögzüljenek, a gyerekek saját bőrükön keresztül éljék át a mondanivalót, a tanulságot. Negyedik alkalommal keresik Fehérvár hangját. A megmérettetésre október 8-áig lehet jelentkezni. Legutóbb 2 évvel ezelőtt keresték Fehérvár hangját, akkor Zabos Reginát ítélte a legjobbnak a zsűri. Most ismét keresik az aranytorkúakat a városban. Cél, hogy a megyében élő vagy tanuló fiataloknak bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak. A versenyzőkkel a verseny során szakemberek foglalkoznak majd. A hangjuk az előadásmódjuk mellett színpadi megjelenésük, kommunikációjuk fejlesztésében is segítik őket. Az egykori nyertesek közül többen nagy sikereket értek el. Országos tehetségkutatókban vettek részt, rendszeres fellépők a fehérvári rendezvényeknek. A legutóbbi győztes, Zabos Regina pedig néhány hete pop kategóriában megnyerte az első Golden Voice Hungary országos énekversenyt. Cserpakovics András Székesfehérvár polgármestere szerint annak idején azért indították el a város különböző tehetségkutató versenyeit, hogy segítsék a fiatalokat. Fontos, hogy tovább vigyük a hagyományokat, amelyek immár Székesfehérvár kulturális életének szerves részét képezik. Olyan városi és megyei, illetve itt Székesfehérváron taduló fiatalnak, aki kellően tehetségesnek érzi magát, hogy olyan kihívást keressen, amit a Fehérvár hangja jelenteni tud. Ez egy olyan megmérettetés, ami kifejezetten róluk szól. Persze van verseny jellege, de alapvetően nem ezt szeretnénk hangsúlyozni, hanem azt, hogy valóban szeretnénk megtalálni azokat az ügyes, tehetséges, bátor fiatalokat, akik szeretnék magukat részben megmérettetni, de részben azt a lehetőséget is kihasználni, hogy mentorok segítségével, egy profi zsűri segítségével fejlődni tudjanak, és hogyha ezen a területen képzelik el adott esetben a jövőjüket, vagy hogyha nem is, de szeretnék, hogyha a nyilvánosság előtti szereplésben is fejlődni tudjanak, azok éljenek ezzel a lehetőséggel. Én bízom benne, hogy az előző versenyek alkalmával is nagyon sokan jelentkeztek, így lesz ez most is, utána pedig az elődöntők keresztül a döntőben egy olyan csapat gyűjjön össze, akik aztán nem csak a megmérettetés napján, hanem a következő években is meghatározói lesznek Fehérvár kulturális életének. Fontos, hogy a fiatalok érezzék, hogy itthon vannak Fehérváron? Kiemelten fontos, hogy ne csak beszéljünk arról, hogy szeretnénk, hogy ők jól érezzék magukat, hogy Fehérváron maradjanak, vagy ide később visszatérjenek, vagy hogyha bárhova is mennek a világban, de ők büszkén mondják azt, hogy ehhez a városhoz, ehhez a megyéhez tartoznak,
hogy ne csak beszéljünk erről, hanem hogy kapjanak olyan dolgokat, adott esetben olyan rendezvényeket, programokat, amelyeken keresztül érzik is, hogy valóban fontosnak tartjuk őket. És itt most nem csak a jelentkezőkre gondolok, hanem arra is, hogy remélhetőleg őket aztán sok fiatal kíséri el az elődöntőkre, a döntőre, szurkolnak nekik, közösségek alakulnak, a közösségi média segítségével, a nyilvánosságon keresztül fotók árasztják el ennek a városnak a fiatalos hangulatáról az internetet. Hogyha ez így lesz, akkor azt gondolom, hogy ismét érdemes megrendezni a Fehérvár hangját. Mint az Benkő Igaz Krisztina, a verseny szakmai vezetője mondja, október 8-áig várják a jelentkezéseket, 14-én pedig már el is kezdődik a verseny. Zárt ajtók mögött a kultúrtanszéken lépnek színpadra a versenyzők először a zsűri előtt. A Fehérvár hangjával a fiatalokat szólítjuk meg elsősorban. 14 és 29 év közötti tehetséges fiatalokat várunk Székesfehérvárról és Fejér megyéből a Fehérvár hangja tehetségkutatóra, ahol megmérettetetik magukat egy kiváló zsűri előtt, és ki tudjuk választani utána a Fehérvár hangját, mint ahogy az előző években is. Hogyan lehet jelentkezni, illetve kell-e zenei előképzettség? Nem szükséges zenei előképzettség, nagyon sokan jelentkeztek már szerencsére, de még folyamatosan várjuk a jelentkezéseket. A fehérvárhangja.hu oldalon kell regisztrálni azoknak, akik szeretnének eljönni a versenyre. Itt megvannak a kérdések, ki kell tölteni, magukról pár szót kell szólni, vagy hát leírni, és kötelező, vagyis hát nagyon szeretnénk, hogy megadják azt, hogy milyen dalt fognak énekelni az elődöntőn és a válogatón. Ez a negyedik Fehérvár hangja, és eljött az az idő, hogy új zsűritagok is bemutatkozzanak a fiatalokat, hiszen vannak visszatérő versenyzőink is, és ők találkozhatnak új véleményekkel, új javaslatokkal a produkcióikat illetően. Mit kap a nyertes? A nyertes Fehérvár hangja nagyon sok díjjal fog gazdagodni, megkapja a Székesfehérvár díját, egy ministúdiót, valamint Párizsba utazhat. Kik fogják segíteni a munkát, gondolok, tehát a fodrásztól kezdve a sztájlisztom keresztül, kik lesznek azok, akik kívülről segítik a versenyzőket? Nagyon sok mentorral készülünk, hiszen nem akarjuk elengedni a gyerekek kezét, vagy a fiatalok kezét. A 12 döntőssel foglalkozunk az elődöntő és a döntő között, hogy megfelelő legyen a megjelenésük, úgy színpadi, mint ruhában való megjelenésük. Úgyhogy fodrászokkal dolgozunk, stylisttal, táncos fog nekik segíteni a színpadi mozgásban, egy kis pszichológiai segítséget is kapnak, tyúkanyóként Váradi Eszter Sára fog velük foglalkozni, hiszen a megjelenés nagyon fontos, és nekik is kell egy biztonság, hogy minden oldalról támogatva legyenek, és magabiztosan, jókedvűen tudjanak kiállni majd a döntő színpadára. Idén Fehér Adrián, Magán Olivér, Pásztor Anna és Vörös Tamás dönt az énekesek sorsáról, míg Váradi Eszter Sára, Vörös Marti Színház színművésze mentorként segíti majd az énekesek felkészülését. A zsűri a legjobbat keresi, Magán Olivér szerint azonban fontos a zenei intelligencia is. Mindenre számítok, szóval én összességében nem feltétlenül az van bennem, hogy lesz nagyon rossz, nagyon jó, meg nem tudom, én próbálom ezt az egészet úgymond elengedni, és majd ami ott lesz, éppen az a helyzet, vagy az a szituáció, amiben vagyok, vagy éppen hallok egy dalt, ahhoz mértem fogom hozzáállni persze az értékeléshez, de bízom benne, hogy nagyon sokan lesznek, akik jók, és nem a nagyon hamis, amitől konkrétan már az ember a falat kaparja, azt kell majd hallgatnunk egész napon keresztül, de nem hiszem, hogy ez lesz, szóval várom nagyon. Mit keres a zsűri a Fehérvár hangjában? Összességében én úgy állok ez az egészhez, hogyha a zene az egy úgymond egy művészi dolog, amivel az emberre lehet hatni. Akárki meghallgat egy bármilyen romantikus dalt, és éppen egy olyan melankolikus időszakban van, akkor persze, hogy elpityeredik, beleéli magát a helyzetbe. Ugyanígy vagyok én is ezzel, hogyha van egy olyan énekes, legyen lány vagy fiú, aki úgy elő tud adni egy dalt, hogy az én fel tudjam kapni a fejemet, és azt tudjam mondani, ez mi? Én mindenféleképpen ezt várom, és ezt keresem személy szerint. Úgyhogy bízom benne, hogy sok ilyen lesz. Várom nagyon. Milyen külső és milyen belső dolgoknak kell megfelelni mondjuk egy énekesnek? Húha, külső dolgoknak megfelelni.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert valaki azt mondja, hogy fú, nagyon jó kell kinézni, meg tip-top, meg mit tudom én, és mondhatnánk nem tudom hány olyan énekest például szerintem egy Ed Sheeran se néz ki olyan jól. Szóval ránézek, és így nem az jut eszem, hogy ő egy nagyon nagy világsztár énekes, hanem mit tudom én, Los Angelesbe a főutcán ott zenéleget a járda színén. Nem tudom, itt igazából a zenei úgymond intelligencia vagy érzelmek, amik itt elsősorban fontosabbak, az, hogy külsőségek azok hogyan vannak, miként vannak. Nekem ezek nem első számú dolgok, szóval nem ez a fontos, hanem éppen az, ami belülről jön. Már most bőségesen akad jelentkező az idei megmérettetésre. Az elmúlt hetekben leginkább a fiatal korosztály adta bejelentkezését. Az eddig legfiatalabb versenyző 17, a legidősebb 28 éves, többségük lányok. Az énekes versenyzők nagyon elszántak. Van is miért, hiszen a rengeteg ajándék mellett valaki a 2017-es Fehérvár hangja lehet, de emellett elutazhat másodmagával Párizsba is. Örök reformáció címmel rendeztek tudományos konferenciát Szászhalombattán. Az érdeklődők Luther Márton teológiájának alapvetéseiről hallgathattak előadásokat. Örök reformáció címmel rendezett nemzetközi tudományos konferenciát a Seje János Egyetem református teológiai kara és a Reformáció 500 Szászhalombattai Emlékbizottság Szászhalombattán. A rendezvény fővédnöke Balogh Zoltán az Emberi Erőforrások Miniszterének üdvözletét Petrőczi Éva József Attila díjas költő, egyetemi tanár tolmácsolta, aki a Szászhalombattai találkozót a Szerecsen megtérésének történetéhez hasonlította. A legeslegfontosabb az, amely az apostolok cselekedetei alapján a Szerecsen komonyik megtérésének története, amely olyan, mintha biblikusan előre leképezte volna, mintha Isten már előre ideadta volna az emberiségnek a reformációt, mert ott annyi történik, hogy ez a komonyik, ne tévesszem meg senkit, ez egy magas méltóság volt, egy Kandaké nevű királyasszonynak a szolgája volt, aki Jeruzsálembe igyekezett volna, hogy megtérjen, de nem Jeruzsálemben, nem nagy helyen történt a megtérése, hanem egy mellékúton, a Gáza és Jeruzsálem közötti úton, egy szekéren találkozott Filip apostollal, Isten emberével, és ő maga is ott vált Isten embereinek egyikévé. Ez úgy jön ebbe a Szászhalombattai, hogy úgy mondjam, buliba, vagy kontextusba, vagy szövegösszefüggésbe, hogy mi is itt nem fővárosban vagyunk, még csak nem is Wittenbergben, a reformáció fővárosában, de egy ugyanúgy Wittenberg méretű kicsinyke magyar városban, erről is szó volt ebben a bizonyos üdvözletben. Tehát amikor egy-egy jeles szellemi, lelki, történelmi eseményt ünneplünk, akkor nagyon-nagyon érdemes Magyarországon és a világ minden csücskében odafigyelni a mellékutakra, és nem szabad állandóan a nagyvárosokra, a metropolisokra, a hangos eseményekre koncentrálni. Hát én magam túlkorosként bár, de újra vándordeákká vagy deáknővé változtam most a reformáció évében, mert innen oda, amonnan ide vándorlok az országban, sőt a határon túl is. Múlt héten például egy részben reformációs tematikájú, legalábbis mi ilyesmit adtunk elő. Nagyváradi konferencián vettem részt, de készülök még Sárospatakra is, és nagy öröm volt számomra, hogy szűk 3 héttel ezelőtt a Békési Református Gimnázium és Általános Iskola 900 diákjának, pontosabban 900 gimnazistának és felsősnek, és még ráadásként 300 kisdiáknak, tehát általános iskolásoknak két hangon, két regiszterben beszélhettem, részben szólóban, részben egy keresztény könyvműhely, a Katica könyvműhely segítségével a reformációról. Bernhard Kaiser, a Seje János Egyetem református teológiai karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Heidelbergi Egyetem református teológiai szemináriumának tanára előadásában Luther Márton teológiájának tanításának alappilléreit idézte meg. A reformátori teológia fényében lenni keresztény jelent ma, mint a reformáció korban, az ugyanaz, hinni az evangéliumban, hinni Krisztusban. A hit
alapul a Biblia, bibliai ígéreteiben, hát ebből a keresztény hit él. Révai Attila, a házigazda Selye János Egyetem dékánja a reformáció kérdéseinek már a gyakorolt hatását elemezte gondolatébresztő előadásában. Érzésem szerint a reformáció napjainkbeli legfontosabb kérdése az az, hogy mennyire vagyunk hűek azokhoz a gondolatokhoz, és ahhoz az eszméhez magához, ahhoz a hitbeli eszméhez, amelyet Luther nem újjátett, hanem egyszerűen újra értelmezett. Mennyire találunk mi vissza a Szentíráshoz, és mennyire találunk vissza a Szentírásban azokhoz a kijelentésekhez, amelyek Isten igéje által az ember életének valamilyen fajta keretet adnak. A 21. század emberének ebben a felgyorsult és nagyon elvilágiasodott mindennapi közegben óhatatlanul szükséges az, hogy lásson kereteket, hogy lásson ismérveket, hogy lássa Isten igéjét, és lássa Isten igéjében azt, hogy mi a legfontosabb dolog. Az Isten tisztelete, szeretete, illetve a fele barát tisztelete és szeretete. De mindezek mellett ennek a megélése a mindennapokban. Ez talán a legfontosabb szempont, amely a reformáció napjainkbeli kérdéseire az ember által hétköznapi jelleggel választ tud adni. A tudományos konferencia a reformáció kérdésköreihez kapcsolódva foglalkozott az Európát ért új kihívásokkal, valamint az iszlám radikalizmus veszélyeivel is. Aki nyáron komoly diétába kezdett, ne lepődjön meg, hogyha az őszi hónapokban szervezete másképp reagál ugyanazokra az ételekre. Ilyenkor ugyanis elkezdődik már a raktározás a téli hónapokra, érdemes ilyenkor egy kicsit lazítani az étrenden. Nem jót sugal, mert ugye azt sugal, hogy hát ez csak egy időszakos, és akkor átmeneti, hogy valahogy így ezt kihúzom, ezt a 12 hetet, és akkor utána minden mehet a maga útján, ahogy mondjuk előtte volt, és akkor minden teszem, ami nem jó. Viszont az is igaz, hogy egy ilyen ciklikusság, egy ilyen periódikusan kell felépítenünk a táplálkozásunkat, és igazából az egész életünket, hiszen akkor tudom jól élni az életem, hogyha ahhoz az éghajlathoz, ahhoz a természet periódikusságához alkalmazkodom, ami engem körbevesz. Például nálunk ugye van a 4 évszakunk, ehhez mérten jó, hogyha kicsit alakítjuk az életünket, mert sokkal egyszerűbb lesz nekem egyébként nyáron diétáznom, mint mondjuk télen, amikor lehet, hogy pont a hidegek miatt a szervezetem átáll egy olyan üzemmódra, ahol ő inkább raktározni szeretne, hogy védje magát, hiszen hát a zsírnak olyan szerepe is van, hogy az egy nagyon jó kis hőszigetelő, úgyhogy jót tesz az, hogyha ha nem szeretnénk megfagyni, hogyha éppen nagyon-nagyon-nagyon le vagyunk szákásodva, és nincs rajtunk semmennyi zsírréteg így a téli időszakban, akkor lehet, hogy egy nadrág kevés lesz. Úgyhogy mindenképpen fontos erre figyelni. A másik pedig az, hogy kell adnunk a szervezetünknek olyan lehetőséget, hogy egy picit regenerálódjon, egy kicsit másabb impulzust adjon. Ha egész évben diétázom, és mindig ugyanazt a spártai dolgot csinálom, akkor ahhoz egyrészt hozzászokik a szervezetem, kettő pedig nagyon-nagyon-nagyon rossz üzemmódba fog átállni, és amikor bármi kicsit úgymond csalok az étkezésembe, akkor azonnal raktározni akarja, mert ki van éheztetve, és azt mondja, hogy ha kaptam valamit, akkor azt gyorsan be a raktárba. És gyakorlatilag ezzel pont rúgtunk magunk egy öngolt, és beleesünk egy olyan szituációba, hogy azt fogjuk mondani, hogy úristen, múltkor is ettem valamit, azonnal meglátszódott, hát akkor nem eszem semmit. És akkor ez egy nagyon jó és szép út ahhoz, hogy valamilyen táplálkozási zavarunk, vagy valamilyen olyan betegségünk legyen, ami akár egy bulimia, anorexia, akármi.
érdemes akkor tudatosan felépíteni mondjuk az életmódunkat, és hogyha szeretnénk néhány kilótól megszabadulni, azt érdemes mondjuk nyára időzíteni, de ettől függetlenül a tél, az ősz, az nem azt jelenti, hogy elhagyhatjuk magunkat, csak mondjuk több mindent megengedhetünk. Igen, Jim Rohnnak van egy nagyon jó könyv, egyébként én nagyon szeretem, ez az élet évszakai, és picit én is ezt gondolom, hogy ahogy a természetnek vannak évszakai, ugyanúgy nekünk is kell évszakokat tartani, ami nem azt jelenti, hogy mondjuk én télen lustálkodom és nem járok edzeni semmit, nem csak, hanem azt jelenti, hogy egy picit könnyítek, kicsit megengedek magamnak olyan dolgokat, amit esetleg a nyári időszakban nem. És sokkal könnyebb lesz egyébként, mondjuk ha izmosodni szeretnék, sokkal könnyebb lesz a téli időszakban úgymond tömegelni, klasszikus értelemben, mint mondjuk a nyári időszakban. És éppen ezért, hogyha én, és azt gondolom, hogy ez minden területen jó, hogyha így van, ha a természethez közel, vagy a természettel együtt élem az életemet, akkor az egy sokkal könnyebb és kiegyensúlyozottabb élet lesz, hiszen hát ami kint, az bent, és hogy most nem akarok nagyon filozófikus mélységből menni, de hogy mégis azt gondolom, hogy akkor csinálom jól a dolgomat, ha valamihez alkalmazkodom, egy külső, sokkal nagyobb történethez. Köszönöm szépen! Heti Fittel, pedig jövő héten számítunk a figyelmetekre, itt az fmc.hu-n. Kedves nézőink, ez volt mára az Együtt magazin. Jövő héten hétfőn a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!